Viszont, Zoltán, amit mondott, én összefoglalom, van tulajdonképpen egy picit, én fölírtam még, amikor Tulipán Gergely doktor úr beszélt, említette, így használta a szót, hogy szakember hiány. Kicsit más kontextusban, de valahogy előkerült, és a szakember hiányt azt én magamnak fölírtam, és utaltam is egyszer, hogy majd vissza fogok erre térni, és picit Zoltán is erre utalt, és nyilván van háttér, tehát nyilván van egy stratégiai irány, vagy kellene, hogy legyen egy stratégiai irány, a képzés, tehát a szakképzés a megfelelő szinten. Nyilvánvalóan szakközépiskolák léteznek, ami közlekedéssel foglalkoznak, egyetemen karok léteznek, több egyetem foglalkoznak, de összességében ugye nem véletlenül jelentette ki Tulipánt úr sem feltételezhetően, hogy szakember hiány, és nem kell elmenni szerintem abba az irányba, legalábbis mai konferencia beszélgetésünkön, hogy akár az angoloknál felmerült a bizonyos tehergépkocsi sofőröknek a hiánya, tehát nem ilyen típusa, az is hiány, tehát lehetséges, hogy az is ugye begyűrözzük, de valójában akár jogvégzett, vagy akár tudományos, tehát egyetemet végzett szakember hiány, azt hiszem, hogy erre utalt Tulipánt úr. Én nem fogok erre tudni választ adni, meg nem is a tisztem, de hogy úgy látszik, hogy ez az a beszélgetés elején, meg most a végén is valamilyen szinten fölmerült, tehát hogy ez valószínűleg egy téma, illetve megoldandó feladat. Ennyit szerettem volna kiegészíteni tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy csak így hadd szóljak hozzá, hogy 2020. március 11-én volt nálunk, tehát egy ilyen a konferenciánkon az oktatás képzés vizsgáztatás, ahol levezető elnök, mint Móricz Judit, akkor tudnék olyanokat mondani, hogy vasúti tanfolyamok történetei, dr. Horváth Csaba Sándor, akkor Baros Gábor oktatási központ szerepe vasúti oktatásban Dobás László, szakképzés és felnőttképzés aktuális kérdései dr. Magyar Zita, akkor a KT-ből Hidasi Sándor, vizsgaközpont Pápai József, Vadkerti Ferenc, és hadd soroljam még, tehát végsős, és Vince Teodorra a Rékargó Hungáriától. Tehát megpróbáltuk mi is összefogni ezeket a képzés, vizsgáztatás, ezeket a folyamatokat. Lehet, hogy ebben megint neki kellene kezdeni, hogy néznek ki ezek a folyamatok. Nem tudom, hogy valakinek van még esetleg hozzászólása, kérdése. Nem tudom, hát akkor megköszönném a levezető elnök úrnak, Orosz Balázsnak, az előadóknak a sikeres rendezvényt. Várunk benneteket a további rendezvényre, figyeljétek a KTE honlapját, illetve gyertek fel a YouTube csatornára, illetve a Facebookra is, ott is tudtok velünk találkozni, illetve a következő konferenciákon vegyünk részt. Egyébként nagyon érdekes, meg már foglalkoztunk mi Csepeli szabad kikötővel, csak nem ilyen formátumban, hanem a közlekedésnek a helyzetével, mint olyan. Történeti téma is nagyon jó volt, ezekkel is foglalkoztunk. Jó, ezek, mikor visszaköszönnek más-más gondolatmenetbe, mert nem lehet mindig azt mondani, hogy ugyanazt mondja el mindenki, mert másképp. Hogy kérdezzem meg azért, Valentin, mennyi ideig tartott neked ez a könyv megírása? Vagy mikortól kezdtél hozzá? A könyvnek az előzménye az 2012-ig megy vissza nagyjából. A Petrom kikötőről írtam egy könyvet, az 14-ben jelent meg. És azt követően keresett meg a Stilkovi Szávó úr, hogy lesz a kikötőnek a 90. fordulója, és ezen alkalomból valamit kellene csinálni, és akkor ebből jött ki ez a könyv 2018-ra. Gyakorlatilag maga a helyszíni kutatás az olyan sok időt nem vett igénybe, mert én kifotóztam mindent, ami kellett. Utána már számítógép előtt ki kellett jegyzetelni a vonatkozó anyagokból, tehát itt a kikötőnek az irattárában voltak anyagok, meg az országos levéltárban.
Kevesebb anyag van még a vízügyi levéltárban is, fotó tekintetében pedig van a Duna Múzeum is. A Petrom kikötő vonatkozásában pedig itt Zalaegerszegen az Olajipari Múzeumban van 3 album a Petrom kikötővel kapcsolatosan a 45 előtti időszakról. És hát maga a könyv megírása az ezek után már viszonylag kevés időt vett igénybe, tehát az viszonylag gyorsan ment, mondhatjuk. Hát de minden esetre több év egy ilyen mutatvány. Igen, azt akartam, hogy a forrásmunka hosszabb, vagy maga a feldolgozás? A feldolgozás az hosszabb. Aha. Tehát valójában megtalálni, hogy hol vannak az anyagok, az viszonylag könnyű. Egy rész van, amit még meg kell majd jobban nézni a 100. évfordulóra. A közlekedési múzeumban is vannak anyagai a kikötőnek, csak az még rendezetlen. Uh-huh. Tehát dobozokban van, különösebb jegyzék nincs róluk egyelőre, így azt az anyagot át kell nézni. Abban még lehetnek érdekességek, meglepetés is. Hát túl sok újdonság azért nem fog kiderülni. Tehát, meg hát ami a könyvnek azért egy picit hátulütő, hogy ahogy jövünk egyre közelebb napjainkhoz, úgy egyre elnagyoltabbá válik a történet. Nyilvánvalóan történészként napjainknak a dolgait nehezebb megírni. Tehát próbálni úgy megírni, hogy senki ne sértődjön meg, mindenki nagyjából egy olyan szöveget kapjon vissza erre az időszakra, amire azt mondja, hogy nagyjából úgy történhetett. Hát ilyenkor éri a történész mindig az a meglepetés, amikor közlik vele mondjuk egy könyvbemutatón, hogy hát ez nem egészen így volt, mert én emlékszek rá. Tehát történetírói szempontból kényelmesebb az, amikor már az adott időszak a távolabbi múltba vész el, könnyebb azt elkészíteni, viszont ennek is megvannak az előnyei, mert sokan emlékeznek rá, és ezek a visszaemlékezések valójában Csepeli helytörténeti gyűjtemény reméljük, hogy gyűjt ilyeneket, uh-huh. ami a kikötőben dolgozó személyektől van, mert ez, ha nem is most, mert még azt mondjuk, hogy szubjektív, de egy 10-20-30 év múlva, amikor valaki majd foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor ez mégiscsak érdekes lesz. Tehát színezi majd ezt a történetet számos érdekesség. Én azt mondom, hogy valójában ennek a kikötőnek, a történetének a feldolgozása az azért nem a nulláról ment, mert volt már kikötő történetét taglaló könyv az 1990-es években, de mind a fotó, tehát a könyvnek én azt mondom, az a nagy előnye talán, hogy rengeteg illusztrációt be tudtunk tenni. Hogy hogyan is nézett ki a kikötő régebben, milyen elképzelések voltak, és ezzel kapcsolatosan a 90-es években is sikerült találni jó pár olyan illusztrációt, ami olvasói, nézői szempontból érdekes, és sokszor ezek a képek, ezek ugyanolyan források, mint a szövegek. Többet elmondanak az ember számára, mint ha én leírok 10 oldalt. Jó, illetve, igen, érthetően. Napjainknak a világa pedig amúgy is olyan, hogy szeretjük a rövid híreket. Képeket imádunk nézni, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a kettő vegyítés egy tulajdonképpen gazdaságtörténeti jellegű könyvnél ez nem baj. Sőt, ez jó. Ilyen szempontból szerencsés a kikötő, mert a kikötő történetéről kezdettől fogva rengeteg képi, filmes anyag van. A szabadkikötő.hu weboldalon ott feltöltésre került időközben a könyv mellett számos képillusztrációs tervrajzok, jóval több, mint ami benne van a könyvben. Érdemes megnézni, én ajánlom mindenkinek, hogy ezt nézzék meg. Ez tulajdonképpen az ezredfordulóig végigköveti ennek a kikötőnek a történetét. Aztán, hogyha 28-ra sikerül megoldani, akkor az addigra eltelő 10 esztendőnek a története is bele lesz majd építve a kikötő történetbe, illetve egy picit azért jobban fel lesz dolgozva a rendszerváltás előtti időszaknak a története, és ott azért vannak hiányosságok. Ezek nem véletlenek, azért sok olyan forrásanyag van, amit még fel kell deríteni. Például az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az nagyon sok olyan anyaggal rendelkezik, ami kikötő szempontjából is releváns.
érdemes megnézni ezeket, nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy ki volt ott a besúgó. Mert azok, akik ezt leírták, azok gyakorlatilag az üzem működéséről is írnak le dolgokat, olyan társadalomtörténetileg, gazdaságtörténetileg érdekes dolgokat, amelyek nincsenek meg mások, mert ezt nem szokták leírni. Tehát ilyen szempontból az a levéltár számos érdekességet rejthet. Aztán, hogy abból mi az, ami felhasználható, az egy másik rész a dolognak, meg van egyáltalán értelme azt beleépíteni. Azt mondom, hogy ott abban a részben még nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk. Úgyhogy van ennek azért még a jövőben is kibontakozási lehetősége. Lehet ezt javítani, de nem csak azt az időszakot, a 45 előtti időszakra vonatkozólag is kerülnek elő azért időről időre apró érdekesség. Amelyek egy picit cizellálják azt, amit az ember gondolt róla. Úgyhogy érdemes a történeti kutatással továbbiakban is foglalkozni. Zoli, nem tudom, ehhez akartál hozzászólni? Csak annyit akartam hozzászólni, hogy érdekes volt, amit Valentin mondott, ez a, mikor az ember találkozik egy könyvbemutatón olyan emberrel, aki esetleg résztvevője volt. Nekem mindig az jut eszembe erről, hogy önmagában ezek az ilyen találkozások, ahol ugye tud az ember a nagy közönséggel is találkozni, azt mondom, hogy sok szempontból ilyen értelemben jók, ugyanakkor az is benne van, hogy nem biztos, hogy az ő emlékezete, ha csak nincs valamilyen olyan lényegesebb életeseményhez kötve, akkor lehet, hogy azért annak az illetőnek is azért az emlékezete már megkopott egy kissé, és talán nem ugyanolyan jó, mint azok a történeti tények, amiket mondjuk egy levéltárban, vagy akár amit mondott itt, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában meg lehetne találni. Nekem viszont az jutott eszembe, hogy lehet, hogy érdemes lenne, most én ugye úgy tudom, de ebben nem vagyok biztos, hogy ugye például a múzeumok éjszakája van, tehát ugye ahol mondjuk el lehet menni akár a közlekedési múzeumba, hát vagy el lehetett, vagy ugye el lehet menni akár a vasúttörténeti parkba, és lehet, hogy érdemes lenne mondjuk ezeknek a, akár mondjuk ugye, nem tudom, hogy ez létezik, hogy akár a repülőtérnél, akár mondjuk itt a kikötőknél is esetleg egy ilyet, most nyilván nem Valentinnek mondom, hogy megszervezni, de hogy esetleg, hát ha ez adott esetben vonzhatna érdeklődőket még, lehet, hogy... Fel kell venni velük a kapcsolatot, fel kell dobni nekik. Mert ugye, amit Mátyás is mondott, hogy őt például nagyon megérintette az előadásból ez a gondolat, és én is azt mondom, hogy hát biztos sokan vagyunk olyanok, akik érdekeltek ebben, csak nem biztos, hogy mindenkihez eljut az információ, és akkor mondjuk lehetne egy ilyen programot is esetleg kitalálni. Még annyit akartam, mondja Valentin. Olyan volt már, hogy iskolás csoport körbe lett vívva a kikötőbe, meg a kikötőnek a székházában van egy kis múzeum, abban a múzeumban is körbe lettek vive, tehát ilyenre már volt példa, de hát ezt nyilvánvalóan vagy a BSL-lel, vagy a Mahasz szabad kikötővel kell egyeztetni. Hogyne, persze. Ez természetes. Ilyen volt egyébként a vezérigazgatóság, és na akkor menjünk, nézzük meg, hogy hogy néz ki a vezérigazgatóság az emlékeink alapján, és megnéztük, felvettük a kapcsolat, meg lehet ezt oldani, tehát neki kell esni. Igen. Nekünk friss tagunk, a KTE friss tagja a Stilkovics-Szávó úr által vezetett cég. Ugyanakkor a BSR-rel is van kapcsolatunk, és kicsit, amit Zoltán is említett, hogy az kicsit azért mégis ilyen kicsit ilyen KTS, meg Gergő is utalt rá, kicsit ilyen KTS feladat lenne, hogy ezeket a gyárlátogatás címén nagyjából, mint annak idején hívtuk ezeket, hogy ezeket meg lehessen szervezni. Főtitkár úrnak feldobom a témát, mert szerintem itt lehetne lőrömozulni. Régen egyébként csak olyan apró példa, régen volt olyan, nem is olyan régen, hogy ahol éppen Valentin lakik, gyorsan akartam mondani, Zalazón, igen, a Zalazón. Uh-huh. Zalazónhoz ott volt egy, ugye ez egy elég specifikus és új, nem túl rég legalábbis komplexum, hogy oda volt, ott legalábbis diákok szervezésében
Riálkok részvételével ilyen utazás, kirándulásféle, ismeretanyag begyűjtése. Ez nagyon jó volt, hát igen. Úgyhogy, ha elgondolom, igen, ez egy előremutató, tehát tulajdonképpen a közlekedés technikai napoknak a gyakorlati... Volt ilyen nálunk, megvalósulása, igen. Vírus probléma, hévnél voltunk, a villamos igen. Szint látogattuk meg egyébként, nagyon sok ilyen program, csak hát igen. És a vírus helyzet. Olyan. Igen, azok a fotók, amiket Sándor mutattál, ugye a országos elnökségi ülésünkről, meg az áltadóról, ott még a maszkban voltunk. Igen. Ha lenne már, akkor most már nem lennénk maszkban, úgyhogy szerencsére kinyílt egy kapu nagyjából 2 héttel ezelőtt, ha jól értelmezem, ilyen értelemben is talán egy picit lehetne fejlődnünk, legalábbis tovább haladnunk, úgy mondom. Én bízom benne, hogy most már egy kicsit a maszkot magunk mögé fogjuk tudni. Igen. Csak nem akkor, mikor a bankban megyünk be. Igen. Uraim, köszönöm szépen a... Köszönjük szépen mi is. Köszönjük. ...itt a konferencia lebonyolításában, és gondolom, hogy találkozunk legközelebb. Szervusz, üdvözöllek, Gergő, köszönjük, hogy itt voltál, és akár veled is, a Zolival is, Valentinnal is, lehet, hogy fogunk még találkozni, illetve hogyha segítetek itt feldobni a részvételét ennek a konferenciának. Köszönöm szépen, szervusz, köszönjük, minden jó. Köszönjük, viszontlátásra. Köszönöm szépen.